Én sosem készültem szakásnak, sokan nem tudják rólam, de én fotográfus akartam lenni sok-sok éveken keresztül, de utána tényleg beleszerettem ebbe az egész gasztrovilágba, és megörülök érte, hál' Istennek. Nagyjából 12 évvel ezelőtt nyitottuk a Borkonyhát, és azóta vagyok én a konyhafőnök. Itt voltam a kezdeti időszaktól kezdve, már magát a konyhát, az egész koncepció felépítésében már kőkeményen részt vettem, és hál' Istennek Horváth Tamás és Kolocsai Zoltán mellett tudtam én jól irányítani ezt a kis éttermet. Sárközi Ákos vagyok, a Borkonyha, illetve a Textúra étterem vezető séfje. Innen Budapestről. Nagyon össze tudom kombinálni a két nézőpontot, két látásmódot, mint a fotográfia és mint pedig a főzés területén. Szerintem nagyon sok vizualitást kaptam attól, hogy én fotográfus akartam lenni. És a későbbiekben ez a fotográfia megmaradt nekem, mint hobbi, és onnantól utána elkezdtem főzni, akkor az a fajta látásmód, amit fotográfusként esetleg megéltem vagy megláttam, azt meg tudtam jeleníteni a tányéron, és ez nekem nagyon nagy segítség volt, mint a vizualitás tekintetében, mint akár a színekben, formákban, alakzatokban. Ez egy nagyon jó kis kiindulási pont volt. Szóval azt mondom, hogy mégis különböző a két világ, a fotográfia és a gasztronómia, de valahol mégis egységet alkoz, hisz egy vizualitásról is beszélünk, persze az ízek mellett, de azért fontos, és a látvány szerintem egy étterem életében, meg az ételek szempontjából nagyon fontosak. Az én életemben azért a fotográfia mellett még azért a művészet mássága is jelen van. Ilyen esetben azért a festészet, hisz a feleségem egy festőművész, és az ő munkásságából nagyon jó inspirációt tudok kapni, és azt meg tudom mutatni az étterem falain belül is. Először, amikor a Borkonyha ötlete így felmerült, és én felkértek, mint legyek a Borkonyhának a vezető séfje, akkor kezdeti időszakban egy francia bisztró volt a kiindulási pont, és azt akartuk, hogy egy olyan típusú étterem legyen, amiben bárki betérhet egy egyszerű ételre, akár egy főételre, akár egy desszertre. Így kezdtünk el dolgozni, és ebből szépen lassan kezdtük el felépíteni azt a fajta stílust, amit most a Borkonyha képvisel. A kezdeti időszakban azért sok vitám volt a vezetéssel abból a szempontból, hogy azért ugye elképzeltek valamit, hogy ilyen robosztus, nagyobb darab burgonya, nagyobb darab répa, és hogy milyen jól fog nézni egy ilyen szaftos hús mellett, és akkor én mindig boldogattam, hogy persze, ez így jó lesz, majd amikor elfordultak, abban a pillanatban kisebbre vágtam, formára vágtam, kicsit átalakítottam, és akkor úgy adtam, és hát négyszer ösztől eljátszottuk így az étterem falain belül, és akkor utána mondták, hogy jó, hátradőltek, szabad kezet kapsz, adsz, amit akarsz, és onnantól kezdtünk el igazán fejlődni, amikor egy kicsit ki tudtam bontakozni, de én azt gondolom, hogy egy nagyon szabad és egy nagyon játékos konyha a Borkonyha, és ez ízekben gazdag, magyar konyhát kedvelem a legjobban, és szerintem a Borkonyhában ez a magyar identitás, a magyar alapanyag fókusz erőteljesen megjelenik, és itt van most egy nagyon élő példa, hogy az én kis head chef-em Puskás Csabi mellettem volt, effektet tanuló, és most maximális bizalommal tudom odaadni a konyhát számára, persze az én iránymutatásommal, de mégis adok neki teret, és nagyon jól be tudja építeni az ő kis saját világát is a menüsorban. Ő egy erdélyszármazású fiatalember, és nagyon jó összhangot tudunk teremteni így a magyar és az erdély konyha között, és meg tudjuk mutatni. Természetesen ezért sok olyan alapanyag is megtalálható, ami nem csak erre a térségre vonatkozik, azért a menüben is vannak olyan alapanyagok, amit szívesen ötvözzük, és ezt a fajta fúziót megtartjuk. De talán ami a legjelentősebb az étterem életében, hogy egy nagyon laza és nagyon könnyed hangvételű ételmet szeretnénk. Nem szeretjük ez a feszengő szervíz, lehet is látni, hogy nincsenek abroszok. Pont azért, hogy az emberek ne érezzék magukat egy ilyen nagyon kötött
falakon belül lévő étkezéshez, hogy nyugodtan bejöhetnek, nem tudom, melegítőbe, kutyával, gyerekkel, szóval nincsen megkötés, pont ez a lazaság és ez a kedves hangvétel, amit az étteremben van, szerintem ez a legfontosabb, és ez a legnagyobb vonzerő az ételek mellett az étteremben. Az elmúlt években nagyon sok olyan fiatallal találkoztam, akik mindig ilyen hatalmas szemekkel figyelték minden séf munkáját, többek között az én munkámat is, és azt vettem észre, hogy mindenki séf akar lenni a környezetemben, és mindenki azt látja, hogy mennyiről séfnek az élete, csillogás, ott van a televízióban, ott van újságban, elmegy rádióba, de hát ez a világ nem erről szól. Azért aki valaha dolgozott konyhán, és dolgozott séfként, az pontosan tudja, hogy ez napi, vagy pontosabban heti, hét napi munkából áll, napi 15, 16, 18 órai munkából. Az, hogy most 25 év után esetleg többet látnak az emberek televízióban, ismertebb az arcom, azt megelőzte nagyon sok kőkemény munka. Én inkább ebben hiszek, nem hiszek az influencerkedésben, nem hiszek a folyamatos média megjelenésben. Persze nagyon fontos egy étterem életében, hogy ott legyen előtérbe, de nem szabad, hogy abból merítsen mindenki, inkább a munkát lássák be, és inkább jöjjenek el az étterembe hozzám, hisz a vendég nem azért fogja jönni hozzám, mert lát a televízióba, hanem megkóstolja egy ételemet, és utána vissza akar jönni, vagy elhozza a családját. Számomra ez sokkal fontosabb, mint hogy ott legyen mondjuk a televízió képernyőn. Azért mindenféleképpen hozzátartozik, hogy azért Magyarországon egyre jobban teret nyertek a különböző gasztronómiai műsorok, kiadványok, esetleg az interneten még erőteljesebben megjelent ez a világ. Nagyon sok ember számára tudtunk mi idézőjelben séf influencerek egyfajta világot mutatni, hogy van bizonyos ételeken túl is élet, hogy igenis merjenek az emberek otthon főzni, igenis az emberek menjenek el étterembe, és azt a fajta tudásanyagot, amit mi meg tudunk mutatni televízióban, bárhol újságokban, az bátran otthon bárki meg tudja csinálni. Ilyen szempontból fantasztikus ereje van a médiának, mert közelebb tudja hozni a mi szakmánkat a idézőjelben a hétköznapi emberekhez, és ez nagyon sokat segít azért a mi szakmámba, hogyha valaki eljön hozzánk vendégként, akkor sokkal könnyen már vele effektív kommunikálni ételekről, hisz már látta, tapasztalta, esetleg kipróbálta otthon, és nagyon jó lesz ezáltal a kommunikáció a vendég és a séf között. Körülbelül olyan 5-6 éve kezdtem el televíziózni, és nagyon féltem, hogy én mit fogok igazán kezdeni a televíziós világba. Nehogy eltűnjön aztán a konyhám, és mindenki beskatulyázva egyfajta világba, hogy én már csak egy televíziós séf vagyok, és nincs mögöttem étterem. És én nagyon erősen figyeltem arra, hogy mindenféleképpen a jelenlétem itt legyen mind a két étteremben. Hozzá tartozik, hogy azért, ahogy mondtam, már 25 éve vagyok körülbelül a szakmában, 12 éve vezetem a Borkonyhát, azért már szépen lassan egy olyan generáció nőtt fel mellettem a saját tanulóimból, akik fantasztikus életutat jártak be mellettem, és láttam az ő fejlődésüket. Nekem kutyakötelességem az új generációt is támogatni és teret adni. És mivel 12 éve a Borkonyhában és most már 5 éve a Textúrában és állandó csapattal dolgozunk, nem volt kérdés, hogy azoknak az embereknek mindenféleképpen bizalmat szavazok, akik mellettem nőttek fel, mellettem kezdtek el igazán beleszerelmesedni ebbe a szakmába, és én adok nekik teret.
És ez nagyon fontos a séf életében, illetve a vezető életében, hogy nem akkor leszek jó vezető, ha mindent idézőjelben nekem kell csinálnom, hanem adok lehetőséget a fiataloknak is. Nagyon furcsa vezetőnek tartom magam abból a szempontból, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy csendes terrorista vagyok. Ez lehet, hogy ez ilyen buta megfogalmazás, de tényleg én nem abba hittem soha, hogy nagyon keményen kell fogni a csapatot, hanem meg kell találni az emberekben azt a pozitív tulajdonságot, amiért én szerethető lesz nekem a konyhába és csapatjátékos. Sosem nézem meg senkinek az önéletrajzát, mert nem érdekel. Nekem sokkal fontosabb, hogy milyen ember, aki a konyhában dolgozik, és milyen csapatban tud majd dolgozni az a fiatal, aki eljön hozzám. Illetve az se baj, hogyha valaki hibázik, mert hogyha hibázik, akkor tudom, hogy dolgozik, és ez nekem egy fontos dolog. Talán azzal tudtam kitűnni a csapatban, azért tudtam jó csapatot építeni, mert megtaláltam mindenkinek a helyét a konyhába, és szerintem ez egy fontos dolog, hogy én nem katonákat akartam nevelni, hanem egy olyan családi egységet akartam fölépíteni, ebben mindenki meglátja a számítását. Fontos volt a beosztásnál barát, barátnő, család, ünnepek, valaki elment szórakozni, akkor másnap hogy fog bejönni. Szóval ezekre is figyel az ember, hogyha idő után az ember tud az ő fejükkel gondolkodni, akkor nagyon könnyen lehet jó csapatot építeni. Ahhoz, hogy megértsük pontosan miért is született meg a textúra, azért vissza kell nyúlnunk a borkonyha életébe, ahol lehet látni azért ez nem egy hatalmas étterem, 45-55 fő, ami elfér nálunk, és azt kellett tudni rólunk, hogy naponta egy olyan 100-120 főt ültetünk le, és emellett elküldtünk naponta 100 fő vendéget sajnos, akit nem tudtunk kiszolgálni. És ebből adódóan gondolkodtunk el azzal, hogy mi lenne, ha nyitnánk egy másik éttermet, viszont pontosan tudtuk, hogy olyan éttermet szeretnénk, ami Karnyútlászlóra pár perc sétába elérhető, hisz mi abban hiszünk, hogy akkor jó egy étterem, hogyha van mindenféleképpen egy sép, vagy egy tulajdonos jelenlét az étteremben, és csúnya szóval egy seggel két lovat akartunk megülni, és azért is született meg a textúra. Igen, de ugyanakkor persze bennünk is felmerült, hogy mi lenne, hogyha mi van akkor, hogyha két étterem egymással egyfajta konkurenciája lesz egymásnak, és azt gondoltuk, hogy azért a Borkonyha akkor már egy csillagos étteremként üzemelt jó pár éve, és egy picit alápozícionáltuk a textúrát, de aztán szépen lassan bebizonyosodott, hogy én sem tudok hirtelen, ha az ajtón kilépek, egy extra, teljesen más vonalat képviselni, és nagyon gyorsan Michelin által ajánlott ételemek közé került a textúra is. Aztán majd meglátjuk, hogy a később mi lesz. De koncepció szempontjából egy ilyen játékos, egy szabad, akár kézzel-lábbal lehet enni nálunk, olyan típusú ételmet kell elképzelni, és a formavilág és a textúra nagyon erőteljesen van ott az étteremben. Ugyanakkor mégis tudatosan építjük a két étterem közötti különbséget abból a szempontból, hogy az alapanyagokat teljesen megosztjuk, és amit a Borkonyhában lehet kóstolni, lehetőség szerint azt a fajta alapanyagot a textúrában nem kínáljuk a vendégeknek, és ez vice versa, és így építjük föl a két éttermet, és hál' Istennek nagyon jól tudunk a vendégeket ilyen szempontból az egyik étteremből a másikba esetleg átkísérni, vagy megmutatni, hogy milyen stílusban dolgozunk itt vagy ott, és nagyon jó pozitív visszajelzéseket kapunk. A másik, ami még nagyon fontos dolog, hogy azért egyre jobban ismert lett a Borkonyha, és egyre jobban szorultak ki a magyar vendégek. És nem azért, mert nem akartak jönni, hanem egyszerűen egy külföldi sokkal tudatosabban foglal egy éttermet, és hamarabb lefoglalták a szabad helyeket, és így a magyar vendégeket picit kiszorultak az étteremből, de így, hogy megnyitottuk a másik étteremünket, így hál' Istennek a magyar közönséget is ki tudjuk szolgálni abban a stílusban, amit mi elképzelünk. Ne, hát este is vagyunk nyitva, itt Borkonyha átalakult egy kicsit, hogy a Borkonyha már csak esti foglalásban foglalt vendégeket a textúrába, délben is vannak menü lehetőség és jöhetnek hozzánk, szóval itt is próbáltunk kicsit különbséget tenni.
Nagyon pozitívan élem meg, hogy azért Magyarországon egyre jobb és jobb éttermek vannak, és ha már felkerülünk egy nemzetközi térképre, az már egy fantasztikus dolog, és nagyon jó, hogy akkor ilyen szempontból a közösségi média meg tudja mutatni, hogy milyen jó Magyarországra eljönni, elutazni és megkóstolni a helyi alapanyagokat a helyi fantasztikus étteremben. Én hiszek abban, hogy azért 5-10 éven belül még erőteljesebben jelenében lesz Magyarországon, és egyre több jó étterem lesz. Személy szerint én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy még erőteljesebben fel... ...mi pedig a textúra, és akár két egycsillagos ételünk is lehet, vagy akár a Borkonyha lehet kettő, és mondjuk a textúra egy. Én abban is nagyon boldog lennék, hogyha ott is esetleg csillagot lehetne szerezni. De én azt szeretném, hogyha minél több vendég látogatná hozzánk, extra vágyam nincsen. Aztán ki tudja, lehet, hogy egy pár év múlva nyitunk egy harmadikat, negyediket, ötödiket, soha nem lehet tudni.